Mondd amíg, hogy lesz van, nem? Tehez értesz! Úgy te kezd, mint az emberi! Mindenhez vágy, de mindenhez értesz! Persze, tekerítsd a nagyon sok nyakát! Így van, tehát a Csányi elmondta ki, hogy mit csinál és mit gondol. Nem tudom, láttátok-e annak idején a Gangsterek sofőrje című filmet? Aki nem rántja el a kormányt. És akiről elhiszik, hogy nem rántja el a kormányt, az győz. Én azt mondom, hogy most itt van egy kis szabad foglalkozásunk. Bárkinek van kedves. Ja, de hogy van, hát hogy ne? Hát most van még egy bemutatkozó itt a mai napra. Hát majdnem Isten el. Nem voltam benne biztos, hogy ilyenkor még itt leszek veletek. El akartam, megint nem sikerült egy ingyen pizzát bevágni valahol. Tehát akkor a következő pedig Kovács Levente, kortárs bankártárs. Kovács Levente, bankártárs, kortárs. Szeretne bemutatkozni. Köszönöm, kedves Sándor, hogy átadtad a mikrofon. Most, hogy így magunk közt vagyunk, tudunk egy kicsit beszélni. Biztos tudjátok, kicsit hagyd dicsekedjek, mert lehet, hogy nem tudjátok, hogy én megkaptam 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Tudjátok miért? Kérlek szépen azért, mert baromi jól dolgoztam. Tudjátok, hogy végigjártam szinte az összes bankszektort, kiokosodtam. Hogy kell az embereket csőbe húzni, ami sikerült is. És ezért az áldásos tevékenységemért bizony én megkaptam a Magyar Érdemrendet. Mit szólsz ehhez, Sándor? Jó bankár voltál! Na aztán, hogy így magunk közt vagyunk, engedjétek meg, készültem egy kis dallal. Bródi Jánosnak a dalával, biztos hallottátok, van valami pulsza, vagy pulcsa? Jaj, az a pulka, van egy csapat, ilyen vén nőkkel van dekorálva. Na most úgy voltam vele, kedves pulka, most már tudom, valami pulka, Laci, megvan. Na hát úgy voltam vele, hogy bemutatom nektek, hogy mi is tudunk ilyen dalt írni. Tehát Bródi János, Ha én rózsa volnék című számát gyorsan átköltöttem, ami így hangzik. Mi a nagy bankárok, uraljuk a világot, rabszolgává téve gyereket, családot, nem kell nekik enni, fejük felé fedél, elértük a célunk, magyar földön futó lettél. Úgy van! Úgy van! Osszátok meg a lóvét! Egy jachtot kapsz tőlem, Levi! Elvesszük ezt is az emberektől! Hát így sikerült ez a Ha én bankár volnék tüntetésnek a bankár volnék része. Most már vannak új neveik, lehet osztani bőven ezeket. Vannak követeléseik a bankároknak, amik minden nap tapasztalunk, most már sok-sok éve ezeket a követeléseket, amiket a mocskos tápnyoló politikusok végre is hajtanak. Itt az a kérdés... Nem ingyen! Az a kérdés, és most már ezt leveszem innen, mert undorító volt ebben a jelenetben lenni, hogy a nép végrehajtja ezeket a követeléseket. Mert minden követelés,
minden szerződés, minden törvény csak annyit ér, amennyit betartanak, amennyit végrehajtanak. És üzenem azoknak az embereknek, akik még végrehajtják, akik elhiszik, hogy nem pereskedhetnek, akik elhiszik, hogy a bankároké a világ, akik elhiszik, hogy a bankároké a szó, és azok, akik elhiszik, hogy ők dolgozzanak a bankároknak, hogy ez nem így van. A bankárok nem sérthetetlenek. A bankárok ugyanolyan halandóak. A bankárokkal egy nagyon pici vasdarab, ami elindul a hangsebességnél gyorsabban, pont ugyanannyi idő alatt végez, mint egy bármilyen más halandóval. Nekik sem hosszabb az életük. És higgyétek el, hogy az ő házaik, az ő váraik, az ő autóik, azok is elkaphatók. Azok sem védik meg bármitől őket. De az biztos, hogy belül, amikor olyan egyedül maradnak, akkor meg semmi. De segítsünk nekik, hogy erre ráébredjenek. Minden nap, állandóan, újból és újból, egyre nagyobb erővel ott kell lennünk, és meg kell mutatnunk nekik, hogy bizony a nép az Úr. Hamarosan bezár ez a bank. Én nem örökre, csak a mai napra. Nem tudom, sikerült-e valakinek megtudni, hogy van-e hátsó kijárata. Jó? És hogy vajon nézzük meg, hogy kik az ügyintézők, hogy néznek ki. És akkor várjuk meg, amíg elmennek haza, és utána majd természetesen mi is, hiszen kedden újabb nap lesz. A következő tünti, és erről a videókra is kerüljön fel, február 20-án lesz, és hogyha még itt van az, aki szervez márciusra is, és az előbb kérte, hogy csináljuk együtt, vagy működjük együtt, akkor most lesz egy kis idő megbeszélni. Tehát február 20-án lesz a következő, szokásos harmadik péntekén tartott tüntünk. A számok nem hazudnak, csak a bankárok és a politikusok. Mindenkit arra kérünk, hogy küldje el nekünk e-mailben, hogy mennyi pénzösszeget vett fel, mennyit fizetett vissza, és a bank szerint mennyivel tartozik. Ugyanis ez nem jó. Matematikailag ez így nem működik. Nem lehet az, hogy visszafizetett már legalább annyit, amennyit fölvet, és még többel tartozik. A Tolcsányi szerint ez jó. A Tolcsányi azt mondja, hogy jól jártak az adósok. Itt is azt mondja nekem a Hír TV riportere, hogy na de hát 10-15%-a kevesebb lett a törlesztőjük. A háromszorosának a 10-15%-ával lett kevesebb. Hát erről senki nem szerződött, sem a 10-15%-kal kevesebbre, sem a háromszorosára. Tehát itt valaki nagyon eltévedt, valaki nagyon nem tud számolni. Kiírjuk majd, hogy pontosan mit kérünk. Ezzel fogjuk teleplakátolni a bankot, és utána elvisszük Trócsányihoz. Tehát ez mindenképpen napközben lesz, hogy még hát, ha bent lesz a minisztériumba, és szeretnénk nekik leadni. Ugye ez többen a Désztől, Kék Lászlóé, a Hiteles Mozgalomtól, pedig a Szabó Józsiék is ezt a kérdéskört firtatják, és ők is felháborodtak ezen. Nyilván kérjük az ő segítségüket, és támogatjuk az ő ilyen gondolataikat is, mert ezt így fogjuk tudni megoldani. Az ész és az erő együtt meg fogja oldani, és el fogja zavarni az összes mocskos bankát. Jó, úgyhogy még tart a demonstráció, tehát továbbra is él az a figyelmeztetés, hogy akárkivel bármi történhet, vagy nem történhet, hogyha teljes mértékben eltakarja az arcát, vagy nem, és mondjuk abszolút azonosíthatatlanná válik ezáltal. Jó, és akkor közben meg zenélni fogunk, és akkor beszélgessünk, és nézzük meg ezt a hátsó kijáratot.